teljes belső felújításon esett át a Jókai Mór gimnázium tornaterme, és megújult a kültéri sportpálya a 90 éves Petőfi Sándor általános iskolában. A Tatabányai Tankerületi Központ EFOP 4.1.3/17 számú pályázati konstrukciójában. Az elkészült beruházásokat november 19-én adták át a diákoknak. Az átadó ünnepségen megjelent Vereckei Judit, a Klebelsberg Intézmény Fenntartó Központ Tatabányai Tankerületének igazgatója. Cunyiné dr. Bertalan Judit a térség országgyűlési képviselője, dr. Popovics György a Komárom-Esztergom megyei közgyűlés elnöke, és dr. Molnár Attila polgármester. A rendezvényen résztvevőket az oktatási intézmények igazgatói, Udvardiné dr. Müllenkamp Ferika és Molnár Csabáné köszöntötték. Dr. Vereckei Judit, a Tatabányai Tankerület igazgatója elmondta, a projekt célja az volt, hogy iskoláikat megújítsák, hogy olyan környezetet alakítsanak ki, ahová szívesen járnak a diákok, és olyan munkakörülményeket biztosítsanak a pedagógusoknak, ami modern, esztétikus és megfelel a mai kor követelményeinek. A gimnáziumot érintő fejlesztés 24,5 millió forint pályázati támogatásból valósult meg. Ehhez további 11 millió forint kiegészítésre volt szükség, melynek felét a komáromi önkormányzat, a másik felét a tankerület tette hozzá. A Petőfiben a multifunkcionális rekordtámpálya 24 millió forint pályázati támogatásból valósult meg, melyhez 15 millió forinttal fele-fele arányban járult hozzá Komárom önkormányzata és a tankerület. Itt egy megújult, távolugró létesítménnyel is gazdagodott az iskola. Cunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő elmondta, Komárom sporttámogató attitűdjének köszönhetően nem csak a városi sport, hanem a városi iskolai sportéletet is támogatni és formálni szeretné. Fontosnak tartják a sport prevenciós és egészségmegőrző szerepét. A 2014-2020-as pályázati ciklus tervezésénél az volt a cél, hogy olyan iskolákban valósítsák meg a beruházásokat, ahol erre nem volt lehetősége a korábbi fenntartónak a működtetés keretei miatt. Jó komárominak lenni. Legyen ez igaz 10-20 év múlva is, zárta gondolatait a térség országgyűlési képviselője. Popovics György, a Komárom-Esztergom megyei közgyűlés elnöke elmondta, sokak együttes munkájának köszönhető a ma átadott két beruházás. A legfontosabb, hogy a megújult tornatermet és a pályát a sport, a mozgás öröme miatt használják a diákok. Megyeszerte több mint 750 millió forintból valósulnak meg hasonló fejlesztések a tankerület és a megye pályázatíró koordináló szerepének köszönhetően. Dr. Molnár Attila polgármester a megvalósult fejlesztések valamennyi résztvevőinek köszönetet mondott. Hozzátette, a 10 000 lakos feletti települések közül Komárom nyerte el a legtöbb forrást a megyében. Nagy öröm, hogy városunk kitüntetett figyelmet kap. Komárom jó példa arra, hogy egy önkormányzat mennyi mindent tud hozzátenni intézményei fejlesztéséhez. Az avató ünnepség mindkét iskolában sportbemutatóval zárult.